Mi az a lyukfoglaló technika? Ez egy nagyon érdekes kis taktikai módszer. A 8-as játék van, és mi mondjuk a telegolyókkal vagyunk, az ellenfél csíkos. Most egy olyan szituáció lett itt most, hogy egy nagyon vékony lökés szeretnék belökni, az egyest oda. Az a baj, hogy annyira vékony a lökés, ugye egyrészt nehéz belökni, másrészt nehéz utána terelni. Most ilyenkor mire kellene figyelnem? Esélye van, hogy kihagyom a golyót. Jó, tehát esélye van, hogy valahol kimarad a golyó. Ilyenkor kicsit taktikailag is gondolkodni kell, tehát félig támadó, félig vélekező lökést kell lökni. Minden játéknemben, pool, biliárdban is, snookerben is, mindenhol vannak ilyen félig támadó, félig védekező lökések. Na most olyan tempóval kell ezt belöknöd, hogyha esetleg nem esik le, tehát itt marad, akkor a lyuk előtt maradjon. Tehát pocket speeddel kell ezt is lökni. Jó? Tehát olyan sebességgel, hogy éppen elmenjen a lyukig és lepottyanjon. Tehát nem szabad, hogy hamarabb megálljon, és nem szabad, hogy onnan nagyon kijöjjön, mert hogyha kihagyod, és lejön a falról, kijön ide, akkor az ellenfél jön. Így viszont, hogyha nem esik le, itt marad a lyuk szájában, és problémát okoz az ellenfélnek. Mert ugye itt lesz a golyó, és blokkolni fogja az ellenfélnek a csíkos golyóját. Azaz, ez egy problémás golyó lesz neki. Jó, tehát mindig ebben is gondolkodj, főleg 8-as játékban, hogy támadjál is, de ha esetleg nem sikerül, akkor problémát okoz az ellenfélnek. Mert hogyha már itt marad a te golyód, foglalja a lyukat, a problémás golyót neki vagy ki kell bontani, vagy pedig ide mögé kell terelnie, és a hosszúba lökni. De ugye itt is itt van, ugye, hogyha ide terel, és innen akarja oda lökni, akkor ott a másik blokkoló golyó. Tehát ezt a golyót mindenképpen ki kell neki bontania, és már is nehézséget okoztál neki. Na, akkor lökjük is le, és ezt is mondom, gyakorold különböző távolságokból, szögekből. Ugye, amikor már ilyen 70-80 fokos szögek vannak, 70-80-90 közötti szögek vannak, akkor nagyon vékony a találat, és van egy optikai csalódás. Tehát azt hiszed, hogy ezt a szélét kell meglökni a golyónak, de nem, ettől kívül. Tehát a találati pont kívül van, ugye itt a fantomgolyó. Képzeld oda a fehéret, mint fantomgolyót, és annak a közepét célozd. Tehát ez kívül lesz a golyón. Optikai csalódás van. Jó? Tehát olyan, hogy mindig vékonyabban kell céloznod, mint gondolnád. Ezt meg kell éreznem. És akkor nézzük pocket speed, tehát zseb, vagy lyuk sebesség, tehát annyit lökök, hogy pont a lyukig elmenjen. Nem túl sokat. Nagyon jó, és hogyha nem esett volna le, akkor lényegében itt esetleg beszitál a két csücsök között, és megállt volna problémás golyóként, így viszont tudom folytatni a partit.